Farsangon, a Ladányben a 27 zenekar néhány tagjával, akik közül kettővel most beszélgetni is fogunk, Miksával és Tibivel, sziasztok! Hello. És akkor ugorjunk bele a közepébe a dolgoknak, mert a zenekart már nem kell bemutatni, úgyhogy ezt a kérdést átugorjuk. Meséljetek már arról, hogy most mi újság a zenekarral. Idén 33 éves a zenekar, mint úgy szokták mondani, hogy krisztusi korba ért. Jól vagyunk, köszönjük szépen! Koncertek, dolgozunk most éppen a Bob Marley műsoron, ugye jövő héten lesz a Marley koncertünk az A38-on, és aztán kaptunk még meghívást, képzeljétek el erre a produkcióra, úgyhogy Komáromba is elviszük, úgyhogy már ilyen hosszú távon kell gondolkodni benne, úgyhogy ez mindenképpen dicséretes. Miskolcon nem akarjátok amúgy elhozni? Nagyon szívesen. Nem egy tribut zenekar vagyunk, hanem Marley kedvelők jöttek össze itt most már éveken keresztül, akik hisznek abban, hogy a szövegtartalmak a mai világra is igazak. Mi egy olyan generáció vagyunk, azt kell, hogy mondjam, akik nagyon nehezen jutottunk hozzá jó régi zenékhez. Ma már ez biztos, hogy másként nézik a fiatalok, mert tényleg az interneten ma egyszerre, tehát hogyha most így belelépek a 16. évembe vagy a 18-ba, és akkor elmegyek az internetre, hogy reggae, és annyi mindent kapok, és annyi modernebbet kapok a Bob Marley-nél, hogy már nem a Bob Marley-re fogok feltétlenül rákattani. De ő az alapja, ami... Nagyon régi jó kapcsolatban állunk Miskolccal. Miskolcra 28 éve járunk muzsikálni. A kezdetek, amikor még nem is volt lemezünk, már akkor találtunk helyet, akkor volt lehetőség Miskolccal muzsikálni. Nagyon-nagyon sok barátunk van a városban. Én vezettem rádióműsort is, voltak szerelmeim itt ebben a városban, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok minden köt ez a város az engem, de a zenekart is mindenképpen, mert nagyon-nagyon jó bulik voltak itt. Tényleg ez egy ilyen sablon dumának tűnik, de a legutolsó koncertünk is egy emlékezetes, mert az epeköveim akkor jöttek ki, képzeljétek el, és életemben először volt az, hogy egy mentőautó állt azért mögött, és a színpad mögött, és kellett egy injekciót kérjek, mert csak úgy tudtuk végigcsinálni, hogy szóval ilyen, ez a túlélő, de mondom, nagyon sok minden köt ez a városhoz. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért pedig iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára.